A Kinect 2010. november 10-e óta kapható Magyarországon, és hogyha beruházunk egyre, akkor lényegében egy ilyen dobozt kapunk, amiben a következő dolgokat találjuk. Magát a szenzort, egy ilyen hosszabbító kábelt, amire nem sokára kitérünk, hogy pontosan mire is való, egy Kinect Adventure szoftvert, ami lényegében egy teljes játék, illetve találunk benne egy kis USB hosszabbítót, ami csak arra jó, hogy plusz 20 centit nyerjünk, amikor bedobjuk a Kinectet a régi Xboxba. És ugye itt jön ennek a kábelnek a kérdése, ugyanis amikor szóba kerül az Xbox és a Kinect, akkor általában az embereknek az első kérdése rögtön az, hogy a régi Xboxra lehet-e csatlakoztatni a Kinectet. A válasz természetesen igen, a különbség annyi az új Slim 360 és a régi 360 között, hogy az új Slim az gyakorlatilag Kinect ready, ez rá is van írva a dobozra, hogyha rádobjuk a Kinectet az Xboxnak a hátulján található speciális csatlakozóra, akkor nem kell neki külön áramforrás, nem kell bedugni a konnektorba, amíg a régi Xbox 60-nál ilyen csatlakozó nem található, és ekkor jön a képbe ez a kábelünk, amit lényegében csak be kell dugnunk itt elő az Xboxba az USB portba, és ebbe a csatlakozóba, ebbe a speciális csatlakozóba kell bedugni a Kinectet, bedugni a konnektorba, és rögtön ugyanúgy működik a rendszer, mint hogyha ha Slimre kötnénk, csak lényegében kapunk egy másfél méteres plusz kábelt. A Kinect egyébként nem csak ebben a kiszerelésben vásárolható meg, hanem kapható kétfajta másik változatban is. Az egyikben egy 4 GB-os flash memóriával felszerelt Slim konzolt is kapunk mellé, ez nagyjából 80 és 90 ezer forint között mozog, illetve van egy másik változat, ami egy 250 GB-os Slim konzolt takar mellé a Kinectet, és ez nagyjából 100-150 ezer forint között mozog a piacon.